Komoly elismerés kapott Szamossái legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázaton, első helyezéssel díjazták a településen működő demensek ellátására specializálódott idős otthont. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban bíróné dr. Dienes Csilla, Szamossái polgármestere. Kezdjét csókolom, polgármester asszony, köszönjük, hogy itt van nálunk. Jó napot kívánok! Először is gratulálunk a díjhoz. Köszönöm szépen! Annó, amikor 2009-ben megépítették, 2010-ben pedig elkezdték üzemeltetni ezt az idősek otthonát, miért gondolták, hogy erre szükség van? Hát egyrészt a lakosság felől egy nagyon komoly igény jelentkezett. Már az elődöm is, annó az előző polgármester is kacérkodott ezzel a gondolattal, hogy egy helyben építsünk egy idős otthont. Aztán az én polgármesterségem idején helyi magyarországi pályázati forrás segítségével sikerült az első részt megépítenünk, mert az idősek otthona, amely jelenleg is működik, 3 részletben épült meg, és így vált mára 39 férőhelyes intézménnyé. No, de azért ez egy speciális idősek otthona, tehát ez nem egy idősek otthona, hanem ez egy demensek idősek otthona, szóval ez még speciális ellátást igénylő embereknek nyújt lakhatást. Ugyanúgy indult ez az idősek otthona is, mint a térségünkben az összes többi, és ez, hogy már a demens otthonná vált, tulajdonképpen a gyakorlat alakította ki. Jelenleg a szociális törvény még nem ismer ilyet, hogy demens otthon. Nekünk is ez a gyakorlatban úgy alakult ki, hogy azt tapasztaltuk, hogy a térségbeli otthonok, Fehérgyarmati térségben 8 idősek otthona működik, nem szívesen fogadták a demens időseket. Kicsit problémásabbak, több foglalkozást igényelnek, időben is, és egyébként is, és ránk maradtak ezek a kis idősek. Mi pedig szívesen fogadtuk őket, elsősorban először az volt a cél, hogy feltöltsük az otthont, aztán elkezdtünk különösképpen ezzel foglalkozni a gondozottjaink is. Milyen szeretettel beszél róluk? Igen, hát ez nagyon fontos, hogy aki, itt tényleg úgy érzem, meg szerencsére a dolgozók is az intézményben, hogy mi megtiszteltetésnek vesszük, hogyha valaki az idős éveit, a hátralévő ideit Szamossájba szeretné tölteni. Ez nekünk is egy megtiszteltetés, és mi úgy szeretnénk csinálni ezt, hogy ő soha ne bánja meg, hogy Szamossájba jött. De ha jól tudom, akkor a demencián belül is azért vannak különbségek, tehát ugye? Így van, többféle demencia típus van. Én magam ugyan igazgatásszervező és jogász vagyok, nem szociális szakember, de mivel mindennapos kapcsolatom van, a pályázatot is jó magam írtam. Szóval ezért nem egyszerű. Igen, nem egyszerű, és mindenféle demens van a mi otthonunkban is. És önök azért másfajta ellátást biztosítanak, mint az összes többi hasonló idős otthon. Tehát önök azért különlegesebbek is, ha jól tudom. Igen, mert mi a személyközpontú ellátásba hiszünk, tehát időt, erőforrást, sokszor anyagiakat sem sajnáljuk, hogy mindenkivel tudjunk külön foglalkozni. Mi abba hiszünk, hogy ne csak a karosszékbe vagy a szobájába feküdjön az idős, hanem igyekszünk minden programba bevonni őket, és többfajta programot is szervezünk, foglalkozást nekik minden nap. Vannak foglalkozásszervezőink, és kinek mire van igénye? Nagyon érdekes, a Nőklapja újságírói készítettek velünk egy a karácsonyi számba lesz, ha szabad ennyi reklámot ide becsempészni. Ők egész nap ott voltak, és megtapasztalhatták, hogy ezt nem csak én mondom, meg szeretném magunkat jobb színbe feltüntetni, hanem mindenkinek másfajta. Van olyan bácsikánk, aki ki se jön a szobájából, csak ha táncfoglalkozás van, és ő abban aktívan részt vesz. De van, aki a manuális foglalkozást, de valaki énekel, van, aki kézműves foglalkozásban vesz részt aktívabban, tehát tényleg ebbe hiszünk, hogy az a lényeg, hogy ne hagyjuk őt a buskomóságba, a magányba, hanem igyekezzünk integrálni a mindennapos életbe. Ráadásul önöknél nyitottak az ajtók is. Így van, ebbe is hiszünk, hogy nem bezárni és rázárni az ajtót. Én sok otthonban tapasztaltam azt, hogy nem csak a megyében, hanem más településen is, hogy be vannak zárva az ajtók, és nem látni az időseket, a betegeket. Nem féltik őket? Én azt tapasztaltam, hogy mint akit eldugnak. Nálunk mindenkinek helye van. Leginkább a nappaliban szeretnek korán reggel, ahogy kijönnek, és ott egy térben vannak ők. Senkit nem kell eldugni. Mindenkinek joga van méltóságképpen megöregedni, és kinek mit szabott a sors, azt méltóképpen viselni. Önök egy... Hát nem egy gazdag település, azért fogalmazzunk így. Miért gondolták azt, hogy mondjuk az ott élő idősebbek vagy hozzátartozóknak lesz annyi anyagi forrásuk, hogy egy idős otthon segítségét kérjék?
Hát nem, hogy nagyon szegény település vagyunk, mi a leghátrányosabb hajzatú térségben, és maga az önkormányzat is iparüzési adónk, csak érdekességképpen a nézők felé, 1,7 millió nevetségesen alacsony ez a pénz. És hát nem is tudunk, tehát akinek szüksége van már idős otthoni ellátása, az már olyankor nem nézi az anyagiakat, nekünk pedig törvény adta lehetőségünk, hogy a nyugdíjuknak a 80%-át kérhetjük el személytérítési díjgyanánt. Úgyhogy van, aki nagyon keveset fizet, és kettő lakónk tudja megfizetni az intézményi térítési díjat, ami 114 ezer forint most. Ők ezt is meg tudják fizetni. De hát ez a 39 főből kettő. Javarészt azért a mi térségünkben alacsony nyugdíjjal bírnak az idősek. Mégis hogyan tudják fenntartani az intézményt évről évre? Most már tavaly évben is kaptunk üzemeltetési támogatást a pénzügyminisztériumtól, az idei évben még magasabb összegben, és most már azt mondhatom, hogy így, tehát kapunk normatívát, kapunk térítési díjat az ott lakóktól, amit ők fizetnek be, és kapunk a pénzügyminisztériumtól üzemeltetési támogatás címén egész magas összeget, és most már rentábilisan működhető ezzel az otthon. És akkor az ország más részéről is fogadnak időseket. Egész Magyarországról, Budapestről, Budapest mellől is van ellátottunk, igen, minden van. Valamilyen kritérium, hogy ki az, aki bekerülhet, vagy ki az, aki nem? Hát leginkább gondolom, kritérium. Nemet kell mondani gyakran, de nem ez egyszerű. Ez borzasztó, ez a legrosszabb, amikor a hozzátartozó már sírva keres bennünket, hogy oldjuk meg, mert azt tapasztaljuk, hogy amíg lehet, a hozzátartozó gondoskodik az édesanyjára, szüleiről, nagybácsiról, kinek, hogy, de amikor már nem tudják felügyelet nélkül, sokszor kell nemet mondani. Úgyhogy nem válogatunk se állapot, sem pénz szerint. Nagyon ritkán, de mondanunk kell nemet, mert a férőhelyünk korlátozott. Épp ezért szeretném bővíteni az intézményt, és az már kimondottan demens részleggel, és ehhez egy nagyon szép tervünk van, csak keresjük azt a 400 millió forintot, hogy ami a bővítmény megépítéséhez szükségeltetik. Ha az meg lesz, akkor egy még nagyobb, akkor még további 50 férőhelyet tudjuk a meglévő 39 férőhelyet bővíteni. És azért erre lehetnek pozitív kilátások, hiszen a díj lévén, hogyha jól tudom, akkor önök azért nagyobb országos figyelmet kaptak. Ezt jól érzem? Hát a legnagyobb hozománya talán ennek, hogy nyertünk ezen a pályázaton, hogy tényleg országvilág megismert bennünket. Az interneten, az Indexen, a Nőklapja, a tévék, rádiók tényleg aktív érdeklődés mutatkozik irántunk, aminek én nagyon-nagyon hálás vagyok, és szeretnénk ezt megszolgálni. És hát, ha valaki befektető is felfigyel ránk, nem látunk ugyanis egyelőre állami pályázatot, sem Európai Uniós pályázatot nem látunk, amivel meg tudnánk valósítani az elképzelésünket. Tehát 400 millió forint. Igen, 400 millió forint. Sok sikert kívánunk munkájukhoz, köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget.